és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici Balatonfüredről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szombati napon végbeviszek egy újabb kis sétát itt Balatonfüred környékén. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban is. És ebben a videóban konkrétan be fogjunk járni a zöld háromszög túra útvonalat, ami itt található Balatonfüred környékén, úgyhogy valójában ez egy újabb túraútvonalas videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És akkor lassacskán bele is vágunk ebbe a kis sétába, illetve akarombanai túrába. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban is. És akkor bele is vágunk a zöld háromszög túraútvonalba, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem, jöjjön hát a videó! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok, itt vagyunk a zöld háromszög túraútvonalnak a kiindulási pontján. Igaz, ez most egy ideglenes nyomvonal, mivel hogy a Losonci barlangnak a látogató központját építik, és ugye ideglenesen elvezették onnan a túraútvonalat, ami most valójában itt kezdődik, de az igazság szerint ez a zöld háromszög túraútvonal, ez arra följebb kezdődik eredetileg, az eredeti nyomvonalon, nem, hogy ez egy ideglenes nyomvonal, így hát most mi innen indulunk ki, és itt kezdünk el a túránkat, tartsatok velem, és akkor itt már megyünk is mindjárt jobbra, méghozzá abba az irányba, és aztán megyünk utána hirtelen majd balra, mert ugye végig kitáblázták, úgyhogy bízok benne, hogy nem fogunk itt megkavarodni, ám bár már nem ez az első alkalom, hogy ezen a zöld háromszög túraútvonalon bóklászok, itt Balatonfüred környékén, és akkor itt már fordulunk is hirtelen balra, begyarulunk ide a Csolnoki utcába, és akkor szépen elindulunk itt fölfelé ezen a zöld háromszög túraútvonalon. Hát igaz, most ideglenes nyomvonalon halad, de hát ugye most akkor így kezdem el én is a sétámat tulajdonképpen ezen a túraútvonalon. Amúgy meg egyébként is erről a zöld háromszög túraútvonalról nagyjából olyan egy évvel ezelőtt én már készítettem videókat. Igaz, azok a videók egy Nokia 3310-es nyomkodógombos butatelefonnal készültek, és azért a minőség olyan, amilyen. És akkor itt szépen haladunk is neki a hegynek tulajdonképpen, kapásból. Egyből egy hegymászással kezdünk ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor szépen haladunk is neki felé a hegynek. Végül is legalább bemelegszünk egy kicsit. Bemelegítünk. Majd így nincs valami jó idő. Mert ahogy jöttem erre lefelé Veszprémből a busszal, azt hittem, hogy erre végig köd lesz. De hát hála Istennek nincsen köd. Pedig lent Balatonfüreden a városban igencsak ködös az idő, mert ugye onnan jöttem föl. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor szépen megyünk is fölfelé a hegynek konkrétan. Hú, gyerekek, már jó kezdődik ez a kis túra, jó kis emelkedővel. De hát ahogy mondottam, ugye ez már nem az első alkalom, hogy itt járok ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Mert ahogy mondottam az előzőjekben, nagyjából egy évvel ezelőtt én ezt a zöld háromszög túraútvonalat már bejártam itt Balatonfüred környékén, és arról készült is videó, csak azok a videók konkrétan egy Nokia 3310-es nyomkodógombos butatelefonnal készültek, és azért a minőség olyan, amilyen. Hát azért most úgy gondoltam, hogy újra bejárom ezt a zöld háromszög túraútvonalt itt Balatonfüred környékén, és ezt a videót konkrétan a szokásos akciós sportkamerámmal rögzítem, kicsivel jobb minőségű, mint a Nokia 3310-es, maradjunk ennyiben. És akkor szépen haladunk is fölfelé
ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Na, gyerekek! És akkor itt szépen haladunk is tovább, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Jó kis deres a határ, jó deres a fű, és akkor szépen haladunk is. És meg is mutatom nektek, hogy bizony, én még mindig itt vagyok a zöld háromszög túraútvonalon, és íme, itt látható a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a további abban is, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fogunk bóklászni, itt Balatonfüred környékén. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricibel ebben az újabb sétálós videóban, amit itt rögzítek Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. És akkor haladunk is tovább, méghozzá errefelé. Hát igen, itt építik a látogatóközpontot, itt a barlangnál. Ott lehet is látni ott lent, hogy ott javába építik a látogatóközpontot, és azért van elterelve erre az ideglenes útvonalra a zöld háromszög túraútvonal. És akkor szépen haladunk is tovább. Így, né? És akkor itten csinálunk is egy jobbra álltot hirtelen. Hát igen, tehát itt építési terület van. Tel is van kerítve kerítéssel. Tehát ott lehet látni, hogy ott bizony ott el van kerítve. És valójában onnan jön ez a zöld háromszög túraútvonal. Tehát onnan jön konkrétan, abból az irányból. És akkor mi folytassunk is a sétánkat ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Méghozzá továbbiabban, arra fölfelé haladunk. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! Akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Itt Balatonfüred környékén. Újra bejárom. És itt van íme, itt van a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a további abban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fogunk bóklászni. Tartsatok velem! És akkor szépen haladunk is fölfelé. Hát mindjárt kezdünk egy jó kis hegymászással így bemelegítés gyanánt. Ó, gyerekek, kezdődik a buli. Jó kis emelkedőn megyünk fölfelé, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Úgy gyerekek, kezdődik a buli, az a helyzet. És akkor fölmászunk ide a Jókai kilátóhoz. Merre felé lesz majd a Jókai kilátó, amerre most éppen bóklászok. És igen, tehát ez az útvonal már, ugye én ezt korábban bejártam. Tehát nem ez az első alkalom, hogy én itt bóklászok, hát ez már a második alkalom konkrétan, egy éven belül. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk a Jókai kilátó felé tulajdonképpen. És itt meg megyünk egy kicsit jobbra. Így, mi? Hát az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Kicsit most ellenfényesek leszünk. És itt hirtelen megyünk is balra. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Itt Balatonfüred környékén. És ahogy mondottam a videó elején, ugye, erről én már korábban készítettem videót, erről a túraútvonalról, itt Balatonfüred környékén. Csak ugye azt a videót konkrétan egy Nokia 3310-es nyomkodógombos telefonnal rögzítettem, és igen, csak a minősége hagy kívánnivalót maga után. Hát akkor valagjunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hú, gyerekek! Hú, ez jó tett ez most nekem, ez a kis hegymászás.
mindjárt melegem lett hirtelen. Így is egy kicsit fáztam, de most ez a kis hegymászás most külön jó is esik, hogy itt fölbóklászok. És amit láthatjátok, végig ilyen köves sziklás túraösvényen haladunk, tehát ez már ez a tipikus túraútvonal konkrétan. Csak mászunk is tovább fölfelé a hegyre, illetve a Krombonai dombra. Mert éppen ugyanúgy itt Balatonfüred környékén is, úgy éppen úgy, mint Balatonalmádi környékén, itt nincsenek hegyek, csak dombok vannak. De hát én ugye hegynek mondom őket. És akkor szépen haladunk is tovább, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Ezek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, és a további abban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fogunk bóklászni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a további abban is, köszönöm szépen! És akkor haladunk is tovább, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Új gyerekek, jó kis útvonal ez. Tehát ugye ez már nem az első alkalom, hogy itt megyek végig, hanem ez már a második. De ebben a videóban azt hiszem már elmondtam, vagy háromszor. Na, és akkor szépen haladunk is tovább. Na, gyerekek, és akkor megyünk tovább itt a hegynek fölfelé konkrétan. És akkor haladunk is tovább. Hú, itt legalább a hegyen fönt süt a nap. Nem úgy, mint lent a völgybe, mert lent a völgybe eléggé ködös az idő, lent Balatonfüreden a városba, ugye onnan jöttem, de följöttem ide a hegytetőre, és itt már ugye a köd megszűnt létezni, pedig az nagyon az attól tartottam, hogy végig ködbe fogunk bóklászni, de hála Istennek nem így alakult, mert amint láthassátok, itt fönn a hegyen, ahol vagyok, itt ködnek konkrétan híre hamva nincsen, ellentétben lent a völgyben, mert ott azért van köd, nem is kicsi. Akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És ezen a mai napon, ezen a szombati napon ugye több túraútvonalat is fogok érinteni itt Balatonfüred környékén. Ez az első, ugye ez a zöld háromszög túraútvonal, ezután majd rá fogunk térni a kék kereszt túraútvonalra, azon is fogunk végig menni, és végül egy másik zöld háromszög túraútvonallal fogjunk zárni ezt a mai kis túránkat, illetve sétánkat itt Balatonfüred környékén. Akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hú, gyerekek! Hegyet már megmásztunk, és akkor innentől már, ha minden igaz, lazább terület, lazább útviszonyok lesznek. Tehát, ha jól tudom, már több hegy mellett nem is lesz. Ám bár lesz még, mert majd le is fogunk majd ereszkedni a hegyről, a későbbiekben természetesen. Mert ha egyszer fölmászunk, onnan le is kell mászni. Ez már csak így szokott lenni. Hú, gyerekek, azért pihennem kell, mert kicsit kijöttem megint a formából, mert az a helyzet, hogy hát jó, most mondjuk az utóbbi egy hétben már csináltam ilyen túraútvonalas videót, az utóbbi bő egy hétben, ugye pontosan ma van egy hete, hogy ugye Balatonalmádiba bókláztam a sárga háromszög túraútvonalon. Azok a videók már természetesen megtekinthetőek a YouTube csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat, köszönöm szépen, amit múlt hét szombaton rögzítettem Balatonalmádi környékén a sárga háromszög túraútvonalon. De most térjünk vissza ide Balatonfüredre és környékére, mert most itt vagyunk Balatonfüred környékén, és most szépen a zöld háromszög túraútvonalon bóklászok itt közvetlenül Balatonfüred közvetlen közelében.
Hú, gyerekek, és akkor szépen haladunk is tovább itt a erdőben. Szeretem az ilyen erdei túrautakat, mint ami itt is van például. Hát egy kicsit deres minden, de hisz januárban, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a kijelző aljában. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Na, gyerekek, és akkor bóklászunk itt az erdőbe egy kicsit. És ahogy mondottam, ugye a későbbiekben még be fogunk járni egy újabb túraútvonalat is, még ezen a mai napon, méghozzá a Kék Kereszt túraútvonalat, ugyancsak itt Balatonfüred környékén. És akkor most haladunk tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, és a további abban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fog bóklászni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a további abban is, köszönöm szépen, és akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Méghozzá arra felé haladunk a továbbiakban, arra tovább a Jókai kilátó felé. Na, gyerekek, és akkor haladjunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hisz ez egy újabb sétálós videó tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Hisz azért maradok ugye az eredeti dolognál, ahogy amikor indult ez a csatorna. Ugye ez a csatorna, amikor indult, ez úgy indult, hogy csak szinte sétálós videókat készítettem, illetve spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videókat. Ugye ez is valójából az. De ugye az utóbbi időkben, hát úgy nagyjából az utóbbi egy évben ugye ráálltam a vonat spotting videókra is, és készülnek vonatos videók is a csatornámra. Hát ugye ezen a héten kedden, tehát ezen a héten még kedden ugye készítettem én ilyen vonatos videókat ott Kádárta környékén. Hát és úgy veszem észre, hogy azok a vonatos videók nem annyira nézettek, mint ezek a sétálós videók. Tehát valószínű, hogy ezeket a sétálós videókat ti sokkal jobban szeretitek nézni, mint a vonatos videóimat. Hát van ilyen boniem, gyerekek. Természetesen a vonatos videózást nem fogom abba hagyni, ettől függetlenül, és szeretek vonatokat is filmezni, illetve vonatokat is videózni. Attól függetlenül, hogy azok nem annyira nézettek, mint a ilyen sétálós videók, mint ez. De maradok, mert természetesen fognak maradni a vonatos videók is. Csak lehet, hogy majd azt fogom csinálni, hogy kicsit majd abból kevesebbet fogok gyártani a vonatos videókból, és akkor inkább több ilyen sétálós videót fogok készíteni, mert úgy látom, hogy a nézettségeket tekintve ezek a videók, ezek a sétálós videók sokkal jobban szeretitek nézni ezeket a videókat, mint a vonatos videókat a csatornámon. Hát lányok és fiúk, hát mi van ez így? Ugye? Természetesen, ahogy mondottam, ugye a vonatos videókat fogok még készíteni a jövőben is, tehát ez nyilvánvaló, és azért annak dokumentációs jellege van, mert ugye azok a közlekedési eszközök, vonatok, amiket ugye én rögzítek, mint például a V4-3-as Szili, azok ugye lassacskán majd szépen kikopnak majd a vasúti forgalomból, és ugye majd egy pár év múlva jó lesz majd visszanézni azokat a vonatos videókat, amikor még a szilik szaladgáltak, egy pár év múlva, egy a 20 év múlva körülbelül szerintem. Úgyhogy lányok és fiúk, tehát a továbbiakban is lesznek természetesen vonatos videók, csak egy kicsit ritkábban fogok olyat készíteni. Na de, térjünk is vissza ide a zöld háromszög túraútvonalra,
ide Balatonfüred környékére, hiszen a mai napon itt bóklászok, ezen a szombati napon, mert ugye nagyon szép idő van, nem mellesleg, ahogy látható ezen a felvételen. És még mindig hegynek megyünk, tehát még mindig mászunk főfelé a hegyen tulajdonképpen. Hú, gyerekek! Akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hú, gyerekek! Kezd melegem lenni rendesen, az az igazság. Mert be is vagyok öltözve, hogy Isten igazából rendesen, hogy ne fázzak, de gyerekek, kezd rendesen már melegem lenni, ahogy itt mászok fölfelé a hegyre. Közben ugye dumálok is, azt ugye még megterhelőbb. Hú. Na, gyerekek, és akkor szépen haladunk fölfelé. Mászunk tovább, itt Balatonfüred környékén, a zöld háromszög túra útvonalon. Hú, gyerekek! És én mindig hegymenetben vagyunk, nem mellesleg, de szerintem ez jól látszik a felvételen is, hogy bizony-bizony még mindig hegymenet van. Hú. Na, gyerekek, és akkor szépen haladjunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túra útvonalon. Itt Balatonfüred környékén. Na gyerekek, megállok egy kicsit szusszanni, mert az a helyzet, hogy kicsit elfogyott az oxigén, szuszál vagyok egy kis levegőt venni magamhoz, hogy bírjam tovább ezt a hegymenetet. Hát nem azért a 2 forinté, de rendesen elszoktam én ezektől a túraútvonal a bejárásától. Hú, gyerekek! Hú. Bocsi, hogy egy lihegek meg, hogy majd kiesik a nyelvem, de el vagyok szokva a hegymenettől. Meg van rajtam némi fölösleges súlyfölösleg is, ugye, a testsúlyomat illetve, és ugye valószínű, hogy az is nagyon sokat közbejátszik ebben, hogy hú, egy kicsit jobban fáradok így hegymenetbe, mintha sima úton gyalogolnánk. És akkor folytatom is tovább ezt a sétálós videót itt Balatonfüred környékén a zöld háromszög túraútvonalon. És akkor haladunk tovább arrafelé. Haladjunk tovább. Na, gyerekek! És akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon itt Balatonfüred környékén. Hú. És akkor haladjunk, lobogjon a hajunk, ami most sapka alatt van. Na, gyerekek, és akkor megyünk erre szépen fölfelé a Jókai kilátó irányába, mert majd erre felé lesz a Jókai kilátó. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon itt Balatonfüred környékén. Na, gyerekek, láthassátok, hogy tipikus túraúton bóklászunk. Ez ezen a felvételen szerintem tök jól látszik, hogy ez a tipikus túraútvonal, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon itt Balatonfüred környékén. És között csinálunk egy szép nagy jobbra ívet, jobbra kanyart. Az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, és egy kicsit ellenfényesek vagyunk. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És úgy érzem, hogy fölértünk a hegytetőre, mert már nem érzem, hogy emelkedőnek mennénk, mert egy kicsit könnyebben is veszem a utat, hát nem annyira esik már ki a nyelvem, mint az előzőekben. És akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos
zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor haladjunk is tovább. És hogy láthassátok ezen a felvételen, én még mindig itt vagyok a zöld háromszög túraútvonalon, de lassacskán ez a zöld háromszög túraútvonal véget fog érni, mert bele fog torkolódni a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalba, és valójában ott lesz vége ennek a zöld háromszög túraútvonalnak, amin ez idáig bókláztunk, de most még mindig itt vagyunk ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, és haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladunk is tovább arra felé, mert erre felé folytatódik a zöld háromszög túraútvonal, és haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Na, gyerekek, és akkor szépen haladunk előre felé, itt az erdőben. Szeretem az ilyen erdei túraösvényeket, mint ez is itten, hisz nekem erről szólnak inkább nagy részben a sétálós videóim, amikor ilyen túraútvonalakon bóklászok, mint például ez is itten, ahol most is éppen bóklászok. Na, gyerekek, és akkor szépen haladunk is előre felé ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Akkor szépen haladunk is tovább, hisz ugye az idő nem áll meg, és ezáltal én se állok meg, hanem haladunk tovább. Na, gyerekek, és akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor lassacskán bele is torkolódunk a kék sáv túraútvonalba, ugye, a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalba, és valójában már be is torkolódunk, mert ez itt már valójában a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonal, ami arra felé folytatódik. Na, jányok és fiúk, de a zöld háromszög túraútvonal ugye a Jókai kilátóig visz föl minket, ami már itt van konkrétan egy pár méterre előttem, mert tényleg itt van egy pár méterre előttem a Jókai kilátó, nem sokára ti is látni fogjátok, és ott fog valójában véget érni ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal, amin most bókláztunk, illetve bókláztam. És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És pillanatokon belül meg is érkezünk a Jókai kilátóhoz, ahol ugye véget ér ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal. És íme, itt vagyunk a Jókai kilátónál, ami konkrétan már itt van előttünk, tehát íme, ez itt maga a Jókai kilátó, ami ott látható a háttérbe, tehát az. Az már itt a Jókai kilátó konkrétan, ami itt látható, és valójában itt ér véget konkrétan ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal, és innen kezdődik a kék kereszt túraútvonal ugyanakkor. Na, jányok és fiúk, akkor a zöld háromszög túraútvonaltól lassacskán el is búcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebbe a kis sétában, amit itt Balatonfüred környékén rögzítettem, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, mert itt, már, itt valójában már véget fog érni a zöld háromszög túraútvonal, hiszen ez itt előttem már konkrétan a Jókai kilátó, ami itt látható, tehát ez már maga a Jókai kilátó konkrétan, ami itt látható ezen a felvételen. És itt ér véget tulajdonképpen a zöld háromszög túraútvonal. És ez a videó is konkrétan itt fog véget érni, mivel hogy itt ér véget ugye a zöld háromszög túraútvonal, így hát ez a videó is tulajdonképpen itt fog véget érni. Na, jányok és fiúk, akkor megérkeztünk a Jókai kilátóhoz, és itt ér véget valójában a zöld háromszög túraútvonal, tehát ez a vége a zöld háromszög túraútvonalnak. Hát lányok és fiúk, valójában ez a videó is itt fog véget érni,
konkrétan, mivel hogy itt ért véget ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal. És itt vagyunk ugye a Jókai kilátónak a aljánál, tehát ez itt már maga a Jókai kilátó, ami itt látható, íme. Tehát ez itt már maga a Jókai kilátó, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor egy kicsit megyünk is arra előrébb, és lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket. Na, jányok és fiúk, akkor itt egy kicsit előrébb jövünk. Átbújtunk a Jókai kilátó alatt, és itt lezárom ezt a kis sétát, hisz a zöld háromszög túraútvonal itt ért véget, és valójában ez a videó is itt fog véget érni. És mi majd a továbbiabban folytassunk ezt a sétát természetesen egy következő videóban. Mi majd a továbbiabban arra felé fogunk haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel ez a videó itt és most véget fog érni. És ma a későbbiekben majd arra fogjunk folytatni a sétánkat. Tartsatok velem majd egy következő videóban is. Köszönöm szépen! És akkor így megmutatom nektek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki. Hát amit láthatjátok ezen a felvételen, itt vagyok konkrétan egy erdőben, és itt pedig a Jókai kilátó van tőlem már balra. Íme, itt látható a Jókai kilátó, íme. Tehát ez itt maga a Jókai kilátó, ami itt található Balatonfüreden, és a zöld háromszög túraútvonal hoz föl ide a Jókai kilátóhoz, illetve a Balatonfelvidéki kéksáv túraútvonal is felhoz ide a Jókai kilátóhoz Balatonfüred városából. És akkor lassacskán részemről jöjjön hát a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem majd egy következő videóban is. Ebben a videóban konkrétan végigjártunk itt Balatonfüred környékén a zöld háromszög túraútvonalat, ebben a videóban ezt láthattátok, de a sétának még nincs vége, hamarosan folytatom a sétát egy következő videóban, addig is köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ennyi lett volna a zöld háromszög túraútvonal bejárása itt Balatonfüred környékén. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről. Sziasztok!